Kísérletünkben a transzverzális hullámok tulajdonságait fogjuk vizsgálni. Ehhez a hullámsor egyik végén függőleges irányú rezgést keltünk, amelynek hatására mechanikai hullámzás jön létre. Ez a hullámzás időben és térben periódikusan ismétlődik, az azt jelenti, hogy térben a hullám meghatározó jellemzője a hullámhossz lesz, időben pedig a periódus idő. A periódus idő reciprokával ki tudjuk számítani a hullámzás frekvenciáját, vagyis rezgésszámát, ami megegyezik a hullámkeltés, a hullámforrás rezgésszámával.